Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi várható 2021-ben? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános jóslás. Itt középen ez a kép mutatja a központi témát 2021-ben. Ez a kép jelenti az egész világot. Mivel foglalkozik az egész világ? Én úgy mondanám, ez a koronavírus, és ez a téma megmarad, mint központi téma jövőre is. Ez a kártya jelentheti a mi belső világunkat is, erre kell odafigyelni, a gondolatainkra, az érzelmeinkre, mert ebből adódik a kisugárzás, és ez a mi saját energiamezőnk, és ennek van egy hatása, mert azt, amit mi kisugárzunk, pontosan azt kapjuk vissza. Ez tükröződik számunkra. Ez a kép jelenti a 4 irányt is. Észak, dél, nyugat, kelet. Lehet egy irányváltoztatás. Azon kívül az évszakokat, tavasz, nyár, ősz és tél, és az jelenti az évet. A jövő évben lesz ez a változás, egy új irány, megújulások. Benne vagyunk ebben a transformációban, és érezzük a belső erőnket, mert ez lesz ez a belső út. Ez a kártya az egész világ utalhat természetesen utazásokra, külföldi kapcsolatokra is. Ezen a képen látunk egy lovas hintót. Lesz mozgás, de 2 irány is. Ez a fehér ló utal egy egyenes útra, egy jobbulásra. Sokan hisznek is ebben. A fekete ló úgy visszatekint és fékezi az eseményeket. Itt vannak félelmek is. Itt lesz jövőre 2 irány, és fontos döntéseket fogunk hozni. Amit ez a kép még mutat, vegyük kezünkbe a dolgokat. Itt lesznek változások, sokaknál egy költözködés, vagy egy utazás, külföldi kapcsolatok. Ez a napfény mutatja a sikereket, a kisugárzásunkat, de a valóságot is. Sok minden kiderül jövőre, és át fogunk látni ezeken a dolgokon. A nap szimbolizálja az aranyat is. Azok, akik jó módban élnek, a pénzükön aranyat vesznek, mert ez egy jó befektetés. Jövőre mi, hölgyek, állunk a középpontban, és intézkedünk. Fogunk fontos döntéseket hozni. Határozottak leszünk, és áttesszük magunkat a félelmeken, mert ez a kard jelenti azt, hogy elvágja a félelmeket, ami a háttérben látható is. Ezt szimbolizálja ez a szürke felhő. Visszatérve ránk, hölgyekre, meg lesz ez a magabiztos fellépés. Meg kell, hogy mondjam, hogy ez év nehéz volt. Sokan elveszítették a munkájukat, félelmek vannak, és néhányan úgy érzik, hogy elveszítették a talajt a lábuk alól. Jövőre, tehát 2021-ben még mindig ez lesz a helyzet. de mi tanulunk valamit. Ne ezeket a nehézségeket nézzük meg, erre utal ez a kép, hanem figyeljünk a belső értékekre. A 4-es szám ezen a képen jelenti a biztonság érzetét, ahogy ez a férfi mutatja. Befele kell tekinteni, ezt felfedezni, ezt a forrást. És így közel állunk az isteni hatalomhoz, és a jó Isten segít nekünk ebben a helyzetben. Erre kell gondolni, ez legyen a hitünk, ez legyen a kisugárzásunk, mint ahogy ezen a képen látható. Itt van ez a fény, lesz egy megoldás, lesz egy kiút, és lesz egy isteni segítség. Ezen a képen láthatunk egy uralkodót. Lehet, hogy lesznek változások, ami a politikai eseményeket illeti. De ami bennünket illet, uralkodni kell a helyzeten. Uralkodni a gondolataink felett, uralkodni az érzelmeink felett, mert az kihat az eseményekre, ebből adódik ez az energiamező, mert ez belülről jön, a gondolatainkból, az érzelmeinkből. És ha uralkodunk a nap felett, akkor uralkodunk a hét felett, uralkodunk a hónap felett, és uralkodunk egész év felett. És most megtekintjük az utolsó kártyát. Mi a kiút? Milyen változások lesznek? Ezen a képen látható a 8-as szám. Az egy húzavona. Tegyem, ne tegyem, hogyan tovább? Utal bizonytalanságokra. Ettől elbúcsúzunk, mert a hölgy mutatja, ezen a képen lesz egy új irány. A hold hatása alatt vagyunk, és a hold utal az érzelmekre. A háttérben, ahol ezek a kelyhek láthatóak, az a könnyek völgye. Ezek a könnyek a múltra utalnak, amit most mi jelenleg élünk át. És ezektől a szomorúságoktól, bizonytalanságoktól jövőre el fogunk búcsúzni. Lesznek itt változások, megújulások, és érezni fogjuk a hitünket, a belső erőnket. Amit még mondani szeretnék, kívánok nektek boldog új évet, erőt, egészséget! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!